két héttel ezelőtt felkeresett a tanár úr, hogy segítségre lenne szükség, úgyhogy megmozgattunk minden szálat. Hála Istennek rengeteg támogatónak támogatást kaptam. Cambridge-ből jövünk egyébként, onnan hoztuk fel az ételt a gyerekeknek. Volt egy szakácsunk, aki Dánielnek hívnak, ő főzte meg az ételt és készítette el a gyerekeknek estére a szendvicset. Aztán egy hús céggel rendelkező úriember, ő Erdélyből származik, ő adta a szalámit és a sajtot a szendvicsekbe, illetve a többit gyűjtést szerveztem, ami interneten ment, és a magyarok, illetve az angol barátaink, mert ki kell hangsúlyozni, hogy nagyon sokan voltak, akik angolok is támogatták, hogy ez az étel eljuthasson ide, mert ugye ez nem kevés dolog, tehát meg kell főzni, meg kell venni az alapanyagokat, el kell szállítani, és ugye London központjában vagyunk, nem könnyű ide bejutni sem. Úgyhogy hát köszönet ezeknek az embereknek, hogy támogattak minket, és ezt az együttest, ezt a csodát, aminek régen én is a része voltam, hogy itt lehessünk, és mindenki jól lakhasson a hosszú út előtt. Rég jöttünk el otthonról, úgyhogy hát ez a része egyébként, mindig a szívünk egy része otthon van. És azért van ez a meghatottság, ami miatt néha nehéz beszélni. 14 évet mondhatok magam mögött a Fili tagjaként, én addig ugyanezt végigéltem a gyerekekkel, mint most is. Mentünk helyszínről helyszínre, és alkalmazkodtunk az adott helyzetekhez, ami egyébként egy különleges élmény, és bejárhattuk a félvilágot, és ez egy különleges dolog, amit mi gyerekek kaphattunk annak idején, amikor én gyerek voltam, és az nagy dolog volt elmenni külföldre, és ma is egyébként sokaknak nem könnyű, vagy nem egyszerű az, hogy eljussanak külföldre, és ez szerintem egy gyönyörű szép dolog, hogy úgymond ingyen bejárják a félvilágot, és hát hadd éljek egy olyan mondattal, amit egy régi filis használt, amikor én voltam filis, ezt a 40 éves jubileumkor használta Fili Paletta, hogy egy filis sosincs egyedül, és ez így van. Mindenhol ott vagyunk, és maradjon is így, hogy mindig tudjuk egymást támogatni.